Volt Fesztivál szervezői a fesztivál közösségi oldalán búcsúznak a Prádöri énekesétől, a 49 éves korában elhunyt Keith Flinttől. Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja sokat köszönhet a Prodigynek, a szervezőknek 2007-ben kellett először teltházzal számolniuk, ekkor lépett fel náluk a zenekar először. Azóta még kétszer járt a banda Sopronban. A szervezők a fesztivál közösségi oldalán búcsúztak a Prádöri frontemberétől, Keith Flinttől, aki a hírek szerint önkezőleg vetett véget életének. Most 07 volt az első év, amikor ki kellett tennünk a teltház tábláta volt kapujára. Túlzás nélkül leálltak a programot, nem volt vendég, nem volt fellépő, aki ne akart volna a nagy színpad előtt gyülekezni, aki ne lett volna kíváncsi rájuk. ...2007-ben lépett fel először a Tehetvádövi a VOL-tól, aztán később még kétszer. Barátsággal, jó kedvűen, tele energiával jöttek Sopronba és mindig imádtuk őket. Legutóbb egy széket is kaptak tőlünk a fiúk, amelyet a Csillagok városában, a Lővér körúton állítottunk fel, hogy örökké emlékezzünk arra a sok-sok boldog pillanatra, amit kaptunk tőlük. Nem hisszük el, ami történt. Isten veled, Keith Flint. Írták a bot szervezői.